Ma a Föld belső felépítéséről és a földrengésekről, azok kialakulásáról, okairól fogunk beszélni. A Föld szerkezete, úgy szoktuk mondani, hogy gömbhéjas szerkezet, mivel több különböző réteg borul egymásra, úgy, mint a hagymahéja. Kívülről, ahogy láthatod is, először ugye a földkéreg van, az alatt a földköpeny, ez a kettő együtt alkotja a kőzetburkot, és ahogy haladunk befele, van a föld magja, ami két részre oszlik, van egy külső mag és egy belső mag, a külső mag az folyékony, izzó, a belső mag viszont szilárd. Nézzük ezeket a részeket külön-külön is. A földkéreg, ugye, amire azt mondtam, hogy ez a legkülső réteg, ez nem egyforma vastag a Földön mindenhol. Az óceánok alatt egy vékonyabb réteg van, a szárazföldek alatt vastagabb. Láthatsz itt egy térképet, ami ezt mutatja, hogy milyen vastag is a földkéreg a Föld különböző részein. Ott, ahol kékkel van jelölve, az jelenti ugye a jelmagyarázat szerint a legvékonyabbat, ott pedig, ahol sárga, piros, narancsos, ott pedig ugye a legvastagabb. Ebből jól látható, hogy valóban az óceánok alatt ugye végig kék a jelzés, tehát ott a legvékonyabb, körülbelül olyan 10 km vastagságú ott a földkéreg az óceánok alatt, a szárazföldi területeken pedig vastagabb, nem egyforma vastag, hiszen ott is van, ahol mondjuk 40 km vastagságú, és vannak olyan részek, főleg Ázsiában, ahogy láthatod, és mondjuk Dél-Amerika egyes területein, ahol akár 70 km vastagságú is lehet ez a földkéreg. A földkéreg alatt található ugye a már említett földköpeny, aminek a felső része szintén szilárd. A földkéreg és a földköpenynek a felső szilárd része alkotja a kőzetburkot. A földköpeny alsó része az már nem szilárd, hanem képlékeny, olvadt. Legbelül pedig a földköpeny alatt található ugye a föld magja, aminek ugye, ahogy már az elején is mondtam, a belső része szilárd, a körülötte lévő külső mag viszont olvadt, folyékony. A lábunk alatt lévő kéreg, hideg kéreg, amin ugye járunk, az a föld teljes vastagságához képest vékony réteg, körülbelül 50 km vastag. Már az 50 km elérése után a föld belsejében körülbelül 800 fok van, 800 Celsius fok, a felszíntől 2000 méterre pedig akár 2200 Celsius fokot is mérhetünk. Ezt az olvadt kőzeteket, ami ebben a hatalmas hőben megolvadt, ezt magmának nevezzük. A Föld szerkezete, tehát ahogy láttuk az előzőekben is, nem egy egységes tömb, hanem kőzet lemezekre tagolódik. Ezek a kőzetlemezek különböző nagyságúak. A kőzetlemezeket törésvonalak tagolják, közöttük törésvonalak húzódnak, itt a képen például a Szent András törésvonalat látható. És ezek a kőzetrétegek, mint ahogy már az elején is említettem, úgy porulnak egymásra, mint a hagyma héjai. Ezért nevezzük ugye a Földet a már említett gömbhéjas szerkezetnek, mert hogy ezek a különböző vastagságú, különböző szilárdságú, különböző összetételű rétegek így szépen egymásra borulnak, és ezért nevezzük, mondom még egyszer, a Földet gömbhéjas szerkezetnek. Ezek a kőzetlemezek, amik a Földet alkotják, ezek nincsenek nyugalmi állapotban. Ezek folyamatos mozgásban vannak, lassú mozgásban, viszont folyamatos mozgásban. Ennek az az oka, hogy ugye, mint ahogy mondtuk, a Föld belső részének nagy része olvadt magma, és ezen az olvadt részen a szilárd részek gyakorlatilag
úszkálnak, és ez alatt az úszkálás alatt bizony történnek különböző összekoccanások, különböző összetalálkozások, amikor ezek a kőzetlemezek összetalálkoznak, vagy éppen valaminek hatására távolodnak egymástól. Láthatsz itt ugye egy ábrát, ez a könyvben is megtalálható, ami jól mutatja azt, hogy hogyan is mozognak ezek a kőzetlemezek. Például akkor fordul elő az, látod a képen jobb oldalt, hogy a lemezek, ezek a kőzetlemezek egymástól távolodnak, amikor ez a folyékony magma, ez a folyékony olvadt kőzet nagy erővel elkezd a felszínre jönni, és eltávolítja egymástól gyakorlatilag a két lemez, mert hogy benyomakodik közéjük, és ezért a két lemez egymástól eltávolodik. Van olyan is, hogy ezek a lemezek közelednek egymáshoz. Olyan is van, hogy összeütköznek egymással, és ilyenkor bizony a szilárdabb, erősebb kőzetlemez az stabilabb marad, viszont a másik kőzetlemez az gyakorlatilag bebukik a másik alá, egymás alá bebuknak, és bizony ott, ahol ez a két lemez egymással összeütközik, ahol bebukik az egyik a másik alá, ott szoktak kipattanni a leggyakrabban földrengések. Tehát a kőzetlemezek folyamatos, de lassú mozgásban vannak, és ezek a mozgások bizony okozhatnak különböző föld alatti és a föld felszínre is kiható mozgásokat, jelenségeket. A föld felszínének mozgását, ahogy már említettem, leginkább tehát azt, hogy a föld rétegei, a kőzet rétegek, a felszíne mozog, ezt földrengések jelzik. Leggyakrabban ott alakulnak ki földrengések, ahol ugye a már említett törésvonalak mentén, a mélyben elmozdulnak a kőzetrétegek, és összeütköznek egymással. Gyakran előfordul az is, hogy vulkánkitörésekkel együtt is jár földrengés. Vannak olyan földrengések, amelyek olyan enyhék, hogy az emberek észre sem veszik, csak a műszerek érzékelik. A földrengést amúgy egy szeizmográf nevű géppel, szerkezettel mérik, rögzítik, és sokszor csak onnan tudjuk meg, hogy egy-egy helyen volt földrengés, hogy ezek a gépek jelezik a föld mozgását, az eltérést, de olyan enyhe, hogy az emberek nem veszik ezt észre. Viszont vannak ugye sajnos az erősebb földrengések, amelyek hatalmas károkat, pusztításokat okozhatnak. A Földünk leginkább földrengés veszélyes helyei közé soroljuk Japánt, Közép-Amerikát és Dél-Európát. Látsz itt egy térképet, ezen amúgy az 1900-tól 2017-ig, tehát igazából az elmúlt időkig jelölték az összes földrengést. A legenyhébb ugye a citromsárga színű földrengés, és a legerősebb az ugye a piros és a fekete színű. Láthatod, hogy a legtöbb piros és a feketék közül is a legtöbb a már említett helyeken található, tehát Közép-Amerika, Dél-Európa és Japán területein. Természetesen máshol is előfordulnak kisebb-nagyobb földrengések. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezeken a területeken lehet, viszont ezek a területek azok, amik a leginkább veszélyeztetettek ebből a szempontból.